Most a nőket szerettem volna szőttes rokolyába öltöztetni. Ezért azt csináltam meg, hogy megkerestem a legfontosabb hölgyet Csíkvár megyébe, akit úgy hívtak, hogy dr. Hirsch Hugóné, és megkértem arra, hogy ő öltözzön fel szőttes rokolyába. Ha ő felöltözik ugyanis, akkor a többit nem kell biztatni, mert ez nem azért öltözik, hogy érdeklődnék a szőttes rokolya iránt, hanem azért, hogy Hirschné felöltözött. Így aztán faluról falura terjedt a szőttes rokolya mozgalom, szőttes bálokat csináltam. Így aztán megszületett az ezer